egy hújást kérek szépen a fehér kötre, vagy lehelést, nem kell bekapni, nem kell hozzáérni, mehet itt távolról. Köszönöm. Nagyon szuper elvednék. Komlósinék is Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője elmondta, a közlekedési szakterületen dolgozó rendőrök a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása érdekében egész évben fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak. Az elmúlt hétvégén az ittas járművezetők kiszűrése miatt vonultak az utakra. Ennek eredményeként 7 olyan járművezetővel szemben is intézkedtek, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztottak. Volt közöttük egy olyan férfi, aki többszörösen eltiltás hatálya alatt vezetett. Ez azt jelenti, hogy őt a bíróság nem olyan régen eltiltotta a járművezetésétől, nem volt vezetői engedélye, emiatt nem ülhetett volna volán mögé, de ennek ellenére ittasan rótta az utakat. A vármegyében a hatóságok idén is több száz alkalommal intézkedtek ittas vezetés miatt, ennek ellenére az arány az előző évekhez képest minimális mértékben javult. A sajtószóvívő tájékoztatott, az elmúlt napokban a biztonsági öv, valamint a passzív biztonsági eszközök használatára is fokozott figyelmet fordítottak. Néhány óra alatt 78 olyan járművezetővel, valamint utassal szemben intézkedtek, akik nem használták a biztonsági övüket. Emellett 12 helyszíni bírságot is kiszabtak kollégáim, valamint itt is intézkedtek egy ittas járművezetővel szemben. Szeretnék mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy a biztonsági öv használata nem lehetőség, hanem kötelező mindenki számára, és az egyéni felelősség vállalás jegyében mindenkit kérünk, hogy indulás előtt csatolja be az övét. Ez azért is nagyon fontos, mert Tolna vármegye útjain még mindig számos olyan tragédiával végződő baleset történik, amely megelőzhető lett volna abban az esetben, hogyha az utasok bekötötték volna a biztonsági övüket. Komlósinék is Anett elmondta, az idei évben a biztonsági öv használatának elmulasztását több alkalommal drónfelvételek segítségével tudták bizonyítani. Fokozott ellenőrzésekre az ünnepek alatt is lehet számítani.